lehet keresztbe is, igen, igen. Első alkalommal léphetett pályára az Európa-bajnok magyar férfi válogatott a strandkézilabdázás legújabb fellegvárában. A szerdán átadott Gárdonyi Strandkézilabda Sportközpont minden igényt kielégít, az épületben helyet kaptak a férfi és a női öltözők, az edzői és bírói szobák, emellett fitnessterem és masszázs lehetőség várja a csapatokat. Horváth Gabriella, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára megnyitó beszédében kiemelte, hogy a létesítmény egyebek mellett helyszíne lehet a magyar bajnokság egyes mérkőzéseinek, valamint a válogatott csapatok felkészülését is segítheti. Ki tudja elégíteni azokat az igényeket, amik ugye itt a sportszakmán kívül jelentkeznek, így a videószobába azokat az elemzéseket meg tudják ejteni, ami szintén fontos az eredményességhez, tudnak a konditerembe fizikai felkészülést is biztosítani a játékosok számára, és nagyon nyugodt körülmények között tudnak készülni, illetve a szállás lehetőségek ugye egy kvázi pályaszállással egy nagyon jó alapot fognak biztosítani a felkészülésre. A férfi válogatott a megnyitó részeként tarthatott edzést az új pályákon. Hajdú Péter úgy fogalmazott, hogy Gárdonyban a borítások minőségére nem lehet panasz. Szerintem tökéletes a strandkézilabdázásra, nem süppedős, lehet belőle felugrani, de ugyanakkor nem is tömör, szerintem pont a középúton van. Hajdú Péter egyébként két csapattársával együtt a világválogatott színeiben részt vehet a közelgő Párizsi olimpián, ahol bemutatkozó mérkőzésekkel debütál a strandkézilabda, ez pedig a játékos szerint az első lépés ahhoz, hogy a sportág az elkövetkezendő olimpiák tényleges résztvevője legyen.